frakció nem döntött még arról, hogy zárva legyenek-e az üzletek vasárnap. A KDNP adott be tegnap egy erről szóló törvényjavaslatot. Ők azt mondták, úgy tudják, a kormány is támogatja a tervet. A demokratikus koalíció viszont azt mondja, azt szeretnék, ha az emberek maguk döntenének arról, hogy mit csináljanak vasárnap. Ezért, ha megszavazzák a törvényt, népszavazást kezdeményeznek erről a kérdésről. Rengeteg autó áll az egyik bevásárló központ előtt, volt, aki csak hosszas keresgélés után talált parkolóhelyet. Jövőre viszont még zsúfoltabbak lehetnek a nagyobb üzletek. Egy benyújtott törvényjavaslat azt szeretné, hogy vasárnap ne lehessen vásárolni. A javaslatot a KDNP nyújtotta be. Korábban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a boltok vasárnapi bezárása nem lenne bölcs döntés. A KDNP frakció vezetője viszont azt mondta, szerinte a kormány egyetért a javaslatukkal. Később ezt úgy módosította, Orbán Viktor támogatja a javaslatát, és neki ez elég. A törvényről a parlamentnek kell majd döntenie, csak hogy a kormányhoz hasonlóan a Fidesz sem döntötte még el, hogy támogatja-e az üzletek bezárását. Egy friss felmérés szerint közel 900 ezer család vásárol vasárnaponként. Vendégem a témában Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója, valamint Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Tehát ugye az előző beszélgetés végét, ugye Kovács Zoltánnal úgy zártuk le, hogy majd a kormány kialakítja az ezzel kapcsolatos álláspontját. De a KDNP tényleg valóban ragaszkodik továbbra is ahhoz, hogy megmaradjon ez a fajta javaslat ebben a formában, hogy vasárnap zárva tartsanak az üzletek? Mi egy kompromisszumos javaslatot terjesztettünk be, hiszen a szakszervezetek, sok mindenki mást, a KDNP-t is megkeresték, még évekkel ezelőtt azzal, hogy a munkavállalóknak rendkívül kiszolgáltatott a helyzete sok esetben, és éppen ezért indokolt lenne nekik is a szabad vasárnapot biztosítani. Hoztak nekünk külföldi modelleket, osztrák modellt, német modellt, francia modellt, olasz modellt, brit modellt, ahol hasonló szabályozások érvényben vannak. Nyilván mindenhol egy kicsit másként, és azt kérték, hogy az európai normákhoz közelítsük a munkaügyi védelmét a kereskedelemben dolgozó sok százer embernek. Mi egy kompromisszumos javaslatot alakítottunk ki, hiszen nem teljesen azt nyújtottuk be, mint amit a szakszervezetek, sokkal több engedményt tettünk. Nyilván nem is azt képviseljük, mint mondjuk a Pláza Szövetség, aki a teljes liberalizálás, vagy amit a munkáltató akar, a munkavállaló azt tegye, és a kiszolgáltatottság így maradjon meg, hanem a kettő között szeretnénk azt, hogy sok-sok kivétellel, de főszabályként a vasárnapot legalább a kereskedelmi dolgozóknak is adjuk meg szabadnapként. Fodor úr, ugye a sajtóban az elmúlt napokban, elmúlt hetekben nagyon sok cikk született azzal kapcsolatban, hogyha esetleg ezt a törvényjavaslatot elfogadnák, akkor az mennyire jó lesz néhány hazai láncnak, többek között ugye CBA-nak. Önök örülnének ennek a törvénynek, hogy vasárnap egyébként a nagyok zárva lennének, ezért aztán az összes vevő többek között önökhöz vándorolna? Szeretném pontosítani a dolgot, ugyanis valóban van a 400 négyzetméter fölötti üzletek bezárására vonatkozó tervezet, de ez még kiegészítéssel van oly módon, hogy alkalmazottakat sem lehet foglalkoztatni ezekben az egységekben vasárnapi nap. Ebből fakadóan azt lehet elmondani, hogy a franchise rendszerben üzemelő üzletláncok, így a CBA is gyakorlatilag be kellene, hogy zárjon. Egy pár százalék az üzleteinek tarthatna nyitva azok, amelyek családi vállalkozás keretén belül tudják a működést biztosítani. Képzeljük el, nem működik az, hogy a tulajdonosok hárman bemennek egy 350 négyzetméteres üzletbe, és ők kiszolgálják a vásárlókat, hiszen egy nagyobb boltméret, és itt 100 négyzetméter fölötti üzletekről beszélünk, nem tudnak működni három vagy négy ember kiszolgálásában. Államtitkár úr, miért van erre a lépésre esetlegesen szükség? Egy felmérés szerint közel 900 ezer család vásárol vasárnaponként. Egy másik felmérés szerint, ha ez a törvényjavaslat elfogadásra kerülne, akkor körülbelül 15-20 ezer ember válna virtuálisan ugye munkanélkülivé. Ezt a kormányzat például hogyan tudná lelkileg elviselni? Itt különböző számítások vannak, amiket ön idézett, az a nyilván a javaslat ellenzőinek a számításai. Nagyon sok mindenkivel konzultáltunk, kereskedelmi szövetséggel, szakszervezetekkel, munkástanácsokkal, nekik teljesen más számításaik vannak, hiszen ők azt mondják, hogy munkaerő hiány van most is a kereskedelemben, ez nem fog járni elbocsátásokkal, hiszen az emberek ugyanazokat a cikkeket meg fogják venni, csak ahogy Ausztriában, Németországban is a 7-6 napján veszik meg, és nem a 7-en, úgy Magyarországon is ennyiben változnának, vagy
visszaalakulnának mondjuk a 90-es évek közepére a fogyasztási szokások. A jövő évi költségvetésben is azt látható, azzal tervezünk, hogy 2,5%-kal nő a kereskedelmi forgalom, tehát az emberek több pénzt fognak elkölteni a kereskedelemben, ezért több alkalmazottra lesz szükség, és nagyobb forgalom lesz a kereskedelmi láncokban. Annyi különbség lesz csak, hogy valóban vasárnapról másnapokra tevődik át a forgalom, illetve vasárnap a kis boltokba tevődik át, de az emberek ugyanazt a pénzt el fogják költeni, sőt, még többet is, hiszen több pénz marad az a zsebükben a devizeteseknek például. Azért talán ezt a törvényjavaslatot az teszi leginkább elgondolkodtatóvá, hogy már most jelezték azt, hogy ebből akár népszavazás is lehet. Tehát nem egy egyszerű történetről van szó. Tehát valószínűleg itt, akik számolnak, akár az elbocsátandó munkavállalókkal kapcsolatban, vagy akár tényleg a vásárlás, a vasárnapi vásárlás fontosságában, azért látszik, hogy ez nem egy egyszerű történet. Ezzel kapcsolatban mi a véleményük? Mi a munkavállalók álláspontját képviseljük ebben a kérdésben. Mi úgy gondoljuk, hogy a legkiszolgáltatottabb az a sok százer ember, aki ott dolgozik, akik nem önként vállalják azt, hogy vasárnap dolgozzanak, hanem erre kötelezi őket a munkáltatók. Igen, és de ugye ott vannak különböző pótlékok, aminek az elvesztésével meg valószínűleg, hogy nagyon sokan rosszul járnának. Ezt sokan így gondolják, de valóságban ez nem így valósul meg. Ahogy mondtam, rendkívül kiszolgáltatottak ezek az emberek. Diákmunkásokkal helyettesítik őket néha, munkaerőkölcsönzéssel, aznapra felvétellel, sőt, a 2013 óta a kúriának van egy döntése, hogy akik folyamatosan nyitva tartanak, azoknak nem is kell vasárnap pótlékot fizetni. Ezek illúziók, amikben élünk. Ezek az emberek nagyon-nagyon rászorulnak a jogvédelemre. Ha valaki azt mondja, hogy ezt a javaslatot teljes mértékben el kell vetni, akkor az 500 000 ember kiszolgáltatottságát hagyja meg ezen a szinten, és nem akarja sem Ausztria felé közelíteni, sem Németország felé közelíteni Magyarországot, hanem ezek között a vadkeleti viszonyok között akarja hagyni a magyar munkajogot. Hány boltja van a CBA-nak? 2500 fölött van a boltszámunk, és ami fontos, hogy a dolgozónk 87%-a támogatta azt, hogy a vasárnapi zárvatartásra sor kerüljön. Önök készítettek már egy felmérést? Igen, hiszen ez 2010-ben is előkerült, és mi akkor is támogattuk ezt a kezdeményezést, nemrégiben készítettük el ezt a felmérésünket, 30 ezer dolgozónk van, és ebből így van 8200-an válaszoltak erre, kitöltötték ezt a kérdőívet, és gyakorlatilag megdöbbentő számadattal végződött ez a felmérésünk. Mi természetesen garantáljuk a munkavállalóink számára, hogy amennyiben vasárnap zárva kell tartani az üzleteinek, ugyanazt a bért, azt a juttatást meg fogják kapni, mint amikor vasárnap kellett dolgozniuk. Ha és amennyiben államtitkár úr ezt a törvényjavaslatot így ebben a formájában ugye a kormány elfogadja, megszavazzák, akkor mondjuk tesznek valami fajta kivételt a nyitvatartások tekintetében. Arra gondolok, hogy nagyobb ünnepnapok, többnapos ünnepnapok, hosszú hétvégékkel szemben mondjuk akár tesznek majd kivételt? Igyekeztünk életszerűvé tenni valóban a javaslatot, nem egy totális tiltás, ahogy mondtam, hogy a szakszervezetek azt követelték, hanem egy kompromisszumos javaslat. 5 vasárnapon nyitva lehet lenni, főleg mondjuk az adventi időszakban, amikor nagyobb bevásárlások vannak, pékségek, újságosok, virágosok délig nyitva maradhatnának, piacokat ugyanúgy lehet tartani, pályaudvarokon, reptereken, turisztikailag látogatott részein a városnak szintén nyitva lehet tartani ezeket a boltokat. Tehát igyekszünk az igényekhez hozzászabni, hogy a kisboltok is nyitva legyenek, ezek a speciális boltok is nyitva legyenek, nyilván gyógyszertárakban máshol lehessen forgalom, éttermek működhetnek, szolgáltatók működhetnek, szállodák természetesen ugyanúgy működhetnek tovább, csak a kereskedelmi dolgozók egy jó részét azért szeretnénk azzal védeni, hogy legalább egy napjuk megmaradjon, és ne legyenek áldozatai a multik közötti vagy a nagy cégek közötti versenynek, hiszen azok nyitottak egymásra vasárnapról vasárnapra, és igazából akik eldöntötték, hogy vasárnap is legyen nyitva az az üzlet, vagy az az üzletlánc, vagy az a bevásárlóközpont, azok utána nem mennek be vasárnap dolgozni, hanem ezeket az embereket küldik be. Ugye biztos többféle iskola van erre vonatkozólag, hogy miért jó, hogyha vasárnap zárva vannak az üzletek. Ugye vannak a munkavállalók, akik most örülnek, nem örülnek, nyilván tényleg kíváncsi az ember erre. Ugyanakkor még egyszer felteszem ezt a kérdést, mert feltételezem, hogy ön is szokott vasárnaponként vásárolni, de hogy ez tényleg olyan kardinális része a hazai családoknak, hogy ne menjenek el, hanem vasárnap inkább több időt töltsenek egymással, vagy kiránduljanak? Hát azt hiszem, hogy legalább egy heti pihenőnap azért a kereskedelmi dolgozóknak is jár, és azért fontos a vasárnap. Mert ugye itt azért mégiscsak 3/4 vagy 1/4 a vasárnap dolgozóknak az hölgy,
és jó részük ugye családanya is, és ők például, ha a vasárnap helyett megkapja a keddet, akkor ugyan pihenni elvileg tud, de a gyerekével lenni nem tud, mert a gyereke iskolában van kedden, míg vasárnap otthon van. A barátai, rokonai, ismerősei, akikivel együtt tudna lenni, akivel ki tudna kapcsolódni, azok kedden nincsenek otthon, csak vasárnap. Ahhoz, hogy valakinek így az emberi kapcsolatai megmaradjanak, szükséges, hogy akkor legyen neki is szabadnapja, amikor a többieknek. Ezért szeretnénk mi mindenkinek a szabad vasárnapot biztosítani. Még egy utolsó kérdésem, rövid válaszokat várok mindkettőjüktől. Önök szerint ez a törvényjavaslat ebben a formában átmegy? Bízunk benne, hogy igen, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez egy előkészített törvényjavaslat. Államtitkár úr? Hát, hogy európai szintre vigyük Magyarországon is ezt a fajta munkajogi helyzetet, szerintem szükséges, hogy elfogadjuk. A KDNP bízik benne, hogy igen, bár korábban 3-4 éve ezelőtt nem fogadták el, de most el fogja fogadni a parlamenti javaslatunkat. Elég határozott válasz volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük a lehetőséget.